Hello zusammen, és sok szeretettel üdvözlök újra mindenkit itt a csatornán. A robot asszony szólt, hogy merre menjek. Még nem is látjátok egyébként, de a kis Osmo Pocket fő van ragasztva a műszerfalra, hogy ne kelljen fognom. És is sokkal könnyebben tudok egyébként így beszélni a videóba is. Nem kell fognom a kamerát, meg az útról is sokkal jobb videókat fog tudni csinálni. Egyébként úgy volt, hogy vonattal megyek, mert igazából azért még Magyarországon, mert nagyon hiányzik az asszony. Hiányzik a párom, meg Oli. És nézegettük a vonatjegyeket. 140 euró, 180 euró, és a többi társai. Mondom, jó, akkor mi legyen egyébként. Majd ugye mutatom, mennyibe kerül az üzemanyag. És akkor úgy voltam vele, hogy hát mindegy, menni kell. Ugye most egy autó van nálunk, de nem baj. Elhoztam a kis Lupót, mert azért nem mindegy, hogy kényelmesebb azért autóval menni, mint vonattal. És még kevesebbel is jön ki, mert én naivan azt hittem, hogy a vonat olcsóbb lesz. És 5-szer át kellett volna szállni, meg 10 óra az út, kocsival meg azért gyorsabban meg lehet járni. Úgyhogy most tankolok, aztán mutatom, hogy mi mennyi volt. Na, a kis Lupónknak a gyomra tele van. Az órát lenulláztam. Összesen 25 eurót fizettem a tankolásért. Persze nem volt üres az autó, hanem fél fölött volt azért jóval az üzemanyag tartályunk. Úgyhogy 25 euróból most teli tankoltam, de ugye lenulláztam, és akkor megnézzük, hogy mennyi liter üzemanyaggal, így, hogy mennyi pénzből tudtam hazajutni. Ugye kell majd még két matricát vennem, egyet Magyarországon, egyet meg az osztrákoknál, Ausztriába, mert itt sokan jobban szeretik így hallani ezt a dolgot. Ott még venni kell, de ugye én a sima 95, sima dízel tankoltam, azt kirakom ide a képet valóban jobb vagy a bal oldalra, és le is fotóztam nektek azért, hogy ki tudjam rakni, hogy lássátok ti is. Ugye én a simát tankoltam, az 1.70 volt, a Super E10 az 1.85, a sima 95 az 1.91, az Ultimate 102 az 2.11 €, és az Ultimate Diesel az 2.10 €. Úgyhogy így látjátok, hogy elnézést, de kisüti a szememet a nap. Látjátok, hogy mennyibe került az üzemanyag. Úgyhogy szépen úton vagyok. És reméljük, hogy nem lesz dugó, meg semmi fennakadás. Meg volt az első pisi szünet. Én nem ilyen vagyok, hogy egy seggel levezetek ennyi kilométert. Hallottam olyanokat is, akik 900-1000 kilométer. Vagy 900 vagy 1000 kilométer. Semmi! 1500-at egy seggel levezetnek. Hallottam már én is érde, hogy ebből mennyi az igaz? Ez még egy jó kérdés. Úgyhogy én szeretek sűrűn megállni, nem kapkodva, állatmódjára. Eszek is, hoztam jó kis szendvicset, egyébként csináltam. Otthon hoztam karbonára tésztát, meg... Hajtson fel a 94 autópályára. Oké. Okay. Meg hozzávaló sajtot. Úgyhogy fel vagyok szerelkezve, van vizem, van kávém, tele a tankom. 81 kilométeren megyünk egyenest, úgyhogy minden rendben van. És arra gondoltam, hogy biztos sok embert érdekel, hogy miért van az, hogy még egy hetese vagyok kint, de már menni kell haza. Hát ennek az oka nagyon egyszerű. Hiányzik a párom, hiányzik Oli, és nem gondoltam volna, hogy ennyire nehéz lesz ez a dolog. És sokkal nehezebb. Most vagyok először külön tőlük, és borzasztóan rossz. Rémálmaim vannak, viccet félretéve. Arról, hogy Olit nem találom, meg nem tudom, hogy hol van, és akkor utána úgy adok föl, hogy majd keske szívem a helyéről. És egyszerűen hiányoznak. Aztán most igazából mindegy, hogy ott ülök, vagy hazamegyek, és akkor látom őket, azt együtt vagyok egy kicsit a családdal. Úgyhogy ez a nagyon nagy dolog, ami miatt menni kell, vagy menni akarok. Itt a háttérben látjátok, hogy van gummi, ahogy Luigi mondta, gummi, autogummi, és ezeket viszem haza, fillérekét tudtuk megszerezni, 40 euró volt a kettő, teljesen, szinte vatta újjak, még szőrös az oldala, minden. Úgyhogy ezeket meg úgy voltam, hogy akkor elhozom. Plusz emellett a tranyó új gazdára talál, mondjuk lehet, hogy arról nem is láttatok videót, valahogy nem csináltam róla, vagy nem tudom. Egy Volkswagen Transporter, egy T5-ös,
Egy 1.9 105 lóerős, 5 sebességes, első gazdás. Hát igazából óvodából hordták a gyerekeket, óvodába, meg iskolába, úgyhogy egy ilyen nem szétfutózott, szétrángatott hulladékról van szó. Én ezt felpolíroztam, kitakarítottam, rendbe raktam, aztán feltöltöttük, de hát annyi érdeklődő van rá, hogy borzasztó. Úgyhogy nagy valószínűséggel az is el fog kelni. Úgyhogy mondom, ha már hazajövök, akkor hazahozom a gumikat. A transporter is akkor úgy látszik, hogy új gazdára fog találni. És akkor így minden halad szépen sorjába. Hát meg mi is előre. Most jutott eszembe, még nem is mondtam nektek, hogy átéltem egy instant szívrohamot, megint. Közben nagyon jönnek, betartva 130, mondjuk itt nincs korlátozás, 130-al megyek. Nagy fekete merci busz. Gyere szép testvérem. Mögötte egy Ayudi. Mondjuk pont azon gondolkoztam, az Ayudi az pontos év, vagy elipszilonos, vagy dupla pontos. Jó kis A8-as, ahogy szokták mondani, mekka fullos A8. Most képzétek el, tegnap hazaértem, de már nem is tudom mondani, talán pékségben voltam. Nem emlékszem pontosan. Hoztam 4 zsömlé, hát ott, hát persze, a szendvicsnek valót vettem, azt annak a szendvicsnek valót, amit most hoztam. Hazaérek, nem mondom, felkukkantok a YouTube-ra, nézem az ön csatornáját, idéglenesen blokkoltuk, mert megsértettem a szabályokat. Hát, mondom, nem igaz. Mondom, ilyen a fődön nincs, szó szerint majdnem rosszul lettem. Elkezdem nézni, töltsük ezt az adatlapot, azt az adatlapot. Na, mondom, várjál. YouTube, telefonon rámentem, beírtam a nevemet, és nézem, hogy fönn vannak a videók. Nincs törlődve semmi. Hát, mondom, akkor mi van itt? És képzeljétek el, kellett egy 10 perc, és nem értem, hogy hogyan, valahogy a MacBookom átment a régi tiltott csatornára. Ugye belépek a Chrome-ba, és valamiért a régi csatornának az e-mail címén keresztül lépett be. És amikor a YouTube-ra be akartam jelentkezni, akkor egyszerűen azt írta, hogy blokkolva lett a csatorna, stb. Megsértettem a jogszabályokat, meg az ilyen előírásokat. Gyertek testvéreim, ti is, na, nyomjad neki, hát kihűl a pékségbe a buci, vagy mi a péló van. És akkor nagy nehezen rájöttem, hogy várjatok már, nem is az új csatornának az e-mail címével vagyok bejelentkezve. Úgyhogy fogtam, kijelentkeztem, töröltem azt a profilt, és most már csak az egy profil van fönt a Chrome-on, amikor elindítom a gépet, ami a mostani YouTube csatornámhoz visz be. Hát olyan szívra, amely elkapott, jó Isten, meg is ettem ijegységemre fél kiló kárbonárát, utána meg eldőttem, mint egy zsák krumpli, mondjuk így, az ideg állapotra. Úgyhogy mondom, ezt elmesélem, hogy majdnem azt hittem, hogy megint törlődött az egész csatorna, hát mondom, ilyen nincs a földön se, de szerencsére csak benéztem. Itt is vagyunk a brannói határon, itt van a kis közkedvelt Laufhaus, itt szépen átgurul az ember, ott a rendőrök már egy kamionossal. Legyen is milliómos játszanak, úgyhogy szépen megyünk tovább, az első úton megállok, veszek matricát, és aztán suhanok is tovább. És mivel nem szeretem az extra kiadásokat, így megvettem a 10 napos matricát 9.90-ért, amit mindjárt fel is ragasztunk. Leveszem a régit, majd úgyis utána megtisztítom az üveget, hogyha majd ezt is le kell venni. Egyébként kérdeztem a hölgyet, hogy hány napos van, mert még mikor én utoljára vettem, akkor volt 10 napos, meg volt egy hónapos is. Most már nincsen egy hónapos. Azt mondta, hogy vagy 10 napos van, vagy 2 hónapos. Ugye a 10 napos volt 9,90 €, a 2 hónapos az meg 29 € volt. Akkor mondtam neki, hogy se tovább, adja ide a 10 naposat. Az is bőven elég, csak mondom, hogyha egy havi lett volna, akkor egyszerűbb lett volna nekem is, hogy egy hónapig érvényes a
pályamatrica, de se baj. Most már ettek van, védettek vagyunk. Úgyhogy ha nem csinálunk valami butaságot, valami nagyon-nagyon nagy butaságot, gyorshajtást, akkor nem is lesz extra fizetni való itt az osztrákoknál. Direkt így mondom, hogy idegesítsem azokat, akik zavar. Nagyon szépen haladok, látom, ide belelóg a képben minden, mert mindjárt kicsit belenagyítok. Nem így. Nem így, ja, már mennyivel jobb. Úgyhogy nagyon szépen haladok, összesen van 428 kilométer, 4 óra, 6 órára éri az érkezést Kecskemétre, a tankom az fél alatt van egy picivel, úgyhogy teljesen jó vagyok, és úgy, hogy fél alatt van egy kicsivel, már elmentem 445 kilométert. Úgyhogy eléggé jó a fogyasztás, jó haladok, jó az időbeosztás, minden teljesen jó. Úgyhogy alig várom, hogy hazaérjek, azt Olit meg a páromat megszeretgessem, mert ahogy mondtam, sokkal nehezebb ez a külön lét, mint ahogy én azt gondoltam volna, hogy meg fog viselni. Elszabadul az 1-4, 3 henger, 75 csikó, egyik nagy kedvencem. Itt az osztrákoknál, kihangsúlyozva osztrákoknál, a Rastplatzok, vagy Rastplatz, kinek hogy tetszik. Na, hogy ezt is úgy mondjam, hogy valakinek ne tetszen. Na, ezek az aszfinagok által működtetett pihenőhelyek nagyon jók. Fűtött, tiszta mosdók, kávégép, asztalok kipakolva hátul, játszótér a gyerekeknek. Nagyon-nagyon jó. Úgyhogy most szépen megyek, aztán egy kávét intézek magamnak. De mielőtt kávéznánk, amúgy itt van a speckó, figyeljétek, milyen jó kis izém van. Tripodom van. Ezt innen a jó Isten le nem szedő, olyan stabil, mint a jó magyar forintunk. Úgyhogy mielőtt elmegyünk kávézni, előtte megpisítetem magam. Itt is van a kávégép. Így néz ki. Fényviszonyok gyönyörűek, úgyhogy ide bepumpáljuk az árát. Nem is tudom, mennyi a kávénak az ára. De mindig bedobunk egy 2 eurost, az már csak kifut egy kávét. És akkor iszunk egy ilyen kis cappuccinót. Hoho, még kaptunk is vissza pénzikét. Na. És akkor ott készül a finomság. És ugye itt hátul, jó, most le van zárva, gondolom már nem olyan állapotban a játszótér, ami ennek lenni kéne. Ez még, hát szerintem egy évvel ezelőtt még nyitva volt, és akkor itt Oli játszott. Itt vannak ilyen kis padok, ahol le lehet ülni, nézni hogy szokták mondani, az utódot, hogy játszik. És akkor itt hátul is vannak még padok. Van csap, van kuka, minden kamionosoknak megálló, úgyhogy ez nagyon jó ki van találva, és azzal most egy kicsit, hát hogy is mondjam, optimista voltam, hogy tiszta lesz a WC, nem volt tiszta meleg víz, sincsen, úgyhogy gyorsan belök a kocsiba, mielőtt belém fagy a tudjátok mi, és megiszom a kávét. Egyébként nagyon olcsó volt a kávé, mert egy csomó aprót visszakaptam. Szerintem 1,50 € körül lehetett, vagy 1,80 €, nem tudom pontosan. És az ízét tekintően, hát tipikus ilyen kávégép íze van a kávénak, semmi extra. Fölveszik a kiegészítőt, amitől átváltozik az ember her KC-lévé, így her keményé, és akkor megiszom a kávét, mert egyébként 3 fok van kint, reggel mínusz 7 volt, tegnap mínusz 10, 7 fok van, vagy nem, 3 fok van kint, csak, és mégis tűz a nap. Úgyhogy eléggé zavaró a szemnek. Ez a szemüveg meg egyébként az utolsó nyaralásunkról van, szerintem sokat mondok, ha 5 euró volt. Persze nem is olyan, mint egy normális márkás napszemüveg, amit tényleg megszűri az UV-t, de azért valamennyit segít, hogy mégse vassza ki a szemedet a nap. Úgyhogy leheim! Amit egyébként azt el kell, hogy mondjam nektek, nagyon hálás vagyok, mert annyian írtok folyamatosan, például most is Gergővel beszélgetek Messengeren, gondolom Gergő ennyi nem baj, hogyha ezt így elmondom. Nem mondok semmit a munkádról, meg semmi, elég speckó baba munkája van. És vele beszélgettem most, és ő is segít nekem.
munkát keresni, lehet, hogy még pont ő lesz az, aki által majd valami munkát tudok találni. Nem is olyan rosszat, hanem olyat pont, amilyet szeretnék. És ő rajta kívül is, nem tudom megszámolni, szerintem vagy 20-an? Még lehet többen is. Rengetegen írtatok munka miatt, hogy itt Németországban szétszórva, mindenfelől néztek, amit köszönök szépen, és rengetegen ajánlottatok munkát, hogyha itt nem jönne be valami, vagy az élet, akkor ide tudtok segíteni. Rengetegen mondtátok, hogy a saját cégetekhez, elnézést, saját cégetekhez tudtok segíteni, bejutni, nem Zeitarbeit, nem munkaközvetítőn keresztül, hanem direktbe ugye, ami tök jó, úgyhogy nagyon szépen köszönöm ezt a rengeteg üzenetet, amit írtok, a támogatást, hát egyszerűen fenomenális. Én megmondom őszintén, azt hiszem, hogy borzasztóan negatív dolgot fog ez kiváltani az emberekből, de nem. Úgyhogy tökre aranyosak vagytok, köszönöm szépen, úgyhogy megiszom, aztán gyerünk tovább, mert sose érek haza. Például megint a rendes határon, a nagy határon kilométeres sorok állnak. Itt a kis határ, csak szépen átsúlyanak minden probléma nélkül, azt nem kell sorbálni, ez nem is tudom hány órát kéne ott állni. Szépen megyünk a többiek után, és átsúlyanunk a kis határon. Aztán a legelső kúton a határ után veszek a testvéreimtől egy nagyon jó zsírúj iPhone 14 Pro Maxot, nagyon olcsón, egy jó parfümöt, aztán megyünk is tovább. Ennyi volt, kész, amott meg áll a kilométeres sor. Mindjárt meg is érkezünk ehhez a kúthoz, ami az egyik kedvencem, amit mondtam nektek, hogy én nem szerettek megállni. Egyetlen egyszer álltam meg, de olyan erőszakosan jöttek egymást, hogy testvére, vegyél telefont, parfümöt, meg ilyenek. Olyan szúrosan néztek, hogy nem szívesen állok meg, de most már muszáj, mert eljöttünk 615 kilométert. A mutatónk már a pirosban van, úgyhogy tankolni is kell, meg kell egy ungárise matrica, úgyhogy reméljük, hogy most nem tukmálják ránk a telefont, meg a parfümöt, meg a nem tudom miket. Na kíváncsi leszek, hogy mennyiből jöttünk el idáig. 250 méter megtétele után forduljon egyként balra, és hajtson fel a E60-as autópályára. A mutató benne van ott a pirosba, és összesen 616,4 km-t jöttünk el egy teli tankkal, és most megnézzük, hogy mennyiből tudjuk telirakni. Jó lesz ez a sima is teljesen. Na, mindjárt ide. Pontosan. Nagyon jó, folyik a fekete arany, és hát ez inkább már ilyen selymes színű arany. Mindjárt látszik, és oda bezumbolok. Pörögnek a számok. 655 forint per litkó. És megnézzük, hogy mennyiből lesz tele. Na. Mindjárt mutatom nektek, hogy mennyiből szaladt tele. Első kattanás. Ott van 27 literből jártuk meg ezt a kilométert. Kettő csudiszupi dolog is történt velem. Képzeljétek el. Az egyik az, hogy 4,4 literre jön ki a fogyasztás, hogyha leosztom, hogy a 27 liter a 616 kilométerre az 4,38 liter, de legyen 4,4 liter, de várjatok, beállok a sorba, persze itt az első kúton borzasztóan nagy sorok állnak, ugye? Rengeteg ember itt veszi meg a kajáját, pályamatricát, tankol, stb. Képzeljétek el, sorba állok, előtte ment a mosdóba, ez nagyon fontos információ. Hát te az bástya, ja jó. Elmentem a mosdóba, beállok a sorba, kb. Majd 80 álltak előttem, és valami borzasztóan lassan haladt a sor. Odaérek a hölgyhöz, előtte egy ilyen izmosabb csávó állt a pultba, ilyen fiatalabb srác, és jött egy ilyen idősebb, rövid szőkehajú nő, mondom basszus, fogadjuk, rossz napja van, mert ilyen mogorva arca volt. És miután már a sornak legalább a felénél voltam, akkor jöttem rá, hogy basszus, hát mivel nem a saját autómmal vagyok, én nem tudom a rendszámát.
Jó, vettem egy ilyen kis keményítőt, egy kis egészséges ilyen mandula, rákcsát, ilyen rákcsáni valót, mert elég dagadt vagyok, mert is annyit főzettem, hogy borzasztó. Odaérek a kasszához, ugye persze látom a hölgyön, hogy a töke ki van már az emberekkel, mert senki nem köszön, senki nem tudja azt mondani, hogy kérem, köszönöm. Az a mai világban az úgy teljesen normális, hogy odaállok, akkor négyes. Azt, mint a kutyával úgy beszél az ember a másikkal. Én meg odaálltam, aztán mondtam neki, hogy jó napot kívánok, mondom, a négyes kúton tankoltam, van ez a kettő dolgom. Mondom, meg szeretném kérdezni, mondom, a rendszám volt, azt ugye tudnom kell. Valahogy így az volt még a fejemben, hogy be kell hoznom a forgalmit. Most mondhatjátok, hogy ekkora csicska, nem tudja, hogy a rendszámot tudni kell, geci. Hát valami elfelejtettem, van ilyen. És mondja a hölgy, hogy jó, semmi gond nincsen, vigyem ki a cuccokat, nézze meg a rendszámot, és akkor jöjjek vissza. Mondom, ide a sor elejére. Azt a persze. Mondom, engem itt meg fognak ölni, az biztos. Ha jövök be, hát nem mertem oda előre menni, aztán úgy megálltam oldalt, csak mondja az idősebb, hogy gyere ide, gyere, gyere. Fú, mondom, tök jó. És akkor itt segített, hogy ne kelljen még egyszer sorbálnom. Úgyhogy az autó is keveset teszik. Hát igen, ahogy sejtettem, is 7 órára fogok hazaérni, jó időben vagyok, kaján van, pián van, jó érzem magam, úgyhogy tök jó ez a hazafele út, úgyhogy már itt vagyunk Magyarországon, újra a honföldet tapossuk. Alig várom, hogy hazaérjek. Felteszek nektek egy fontos kérdést. Honnan tudod, hogy Magyarországon vagy? Onnan, hogy szabályosan közlekedve, amikor a külső sáv teli van kamionokkal, és a belső sávba előződőket 130-szal a picsátba jönnek, levillognak, lenyomnak, és erőszakosan be akarnak két kamion közé tuszkolni, ami között van kb. 10 méter hely köztük. De tudom, hogy én vagyok a béna fasz, az egyértelmű, hogy én nem tudok jó vezetni, nem is mondom, hogy én jól tudok vezetni. A másik nagy kedvencem, hogy lépten nyomon a kamionosok kivágnak eléd, és az egyik 90-nel, a másik 91-jel előzi a másikat, és fél órát malmozó vakargászod a tökeidet, mire az egyik nagy nehezen megelőzi a másikat. Én akkor egyébként tökre megnézném a két kamionosnak az arcát, amikor a fülkéve egymás mellett vannak fél órán keresztül, hogy elbeszélgetnek, vagy kártyáznak, vagy mit csinálnak. Egyébként úgy hallottam, de ezt a kamionos nézők biztos tudják, állítólag, mert ugye mindenkit zavar az, hogy a kamionosok beelőznek, vagy előznek másokat. Ha mondjuk valaki 90-nel megy, valaki meg mit tudom én 92-vel, akkor na ő ráelőz. És ha jól tudom, nem jut eszembe, azt hiszem, nem is tudom, milyen Lacikának hívják, akinek ilyen kamionos csatornája van itt fönn a YouTube-on. És azt hiszem, ő mesélte, hogy igen, idegesítő ez a dolog, hogy előzgetik a kamionosok egymást, viszont megnézték, hogy egy olyan kamionos, aki soha nem előzött, vagy az, aki előzésben volt folyamatosan, már visszafele jött, amikor a másik kamion még csak odaért a címre, úgyhogy állítólag nagyon sokat számít az, hogyha a kamionos, ha egy kicsivel is, de gyorsabban tud haladni, mint a többi. És ez ugye ebből fakadóan neki áll előzni. Úgyhogy nem tudom, hogy ez így van-e. A kamionos nézők azok biztos tudják. Egyébként rengetegen néztek a kamionból. Van is egy néző. Hú, a nevedet nem tudom, ne haragudj. Viszont írtad nekem, hogy kamionba nézel engem vezetés közben, indítod a playlistet, és nézed a videókat. Úgyhogy üdvözöllek innen, és óvatosan az utakon. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy ennyien itt vagytok és támogattok, ami tök jó. Úgyhogy suhanunk végre tovább haza, és már csak 210 km van, 2 óra 5 perc. Másik kedvenc idiótám, hihetetlen, nem aki most mögöttem van, mert inkább belengedtem. Jön mögöttem a csávó, így is, tudom, hogy nem szép, 135-tel megyek. Most hál' Istennek már van hely. Villog, mint az állat, beindexel balra, gondolom célozván, hogy megkerülni a picsámat. Figyeld, nem tudok hova bemenni a kamionoktól. Jön a lehetőség, behúzódok a kamion elé,
Ha van egy ilyen nagyobb hely, mint most is, mit csinál a csávó? A kamera meg elmegy kirándulni, mert a belső vagy a külső sáv szét van, nem is beszélek csúnyán. Mit csinál a csávó? Pont olyan lassan gyorsít, olyan kismértékben, hogy mire pont beérek a kamion seggébe, fékeznem kelljen egy nagyot. De azért nyom meg villog, hogy ő rám akar előzni. Imádom ezt a autóvezetési morált, hihetetlen. Mondjuk a mentős téma az most nálam kicsapta a biztosítékot, de hát kár is idegesíteni rajtam magamat, tudom, mert úgy sincs értelme. Na ez egy tök jó példa itt. Itt van ez a kamionsor. Mindenki halad 130-an vagy 140-nel. És jön valaki hátulról, mint az állat, elkezd villogni, és indexelni befelé, hogy takarodjál előle. Akkor szerintetek, csak kíváncsi vagyok, nem akarom a tüzet szítani, csak kíváncsi vagyok, hogy mi a megoldás, hogy húzódjak be, én, meg mindenki más a kamionok közé, lelassulva 90-re, és aztán visszajönni, vagy tartani a 140-et, ameddig szabad nem lesz a terület, hogy kényelmesen mindenki be tudjon húzódni a kamionsor elé. Kíváncsi vagyok a véleményetekre, vagy csak nekem furcsa ez. Megérkezett, ami nélkül nincsen pályázás, az természetesen a dugó, vagy németül a közkedvelt Stau. Úgyhogy itt valami út összezárás van, vagy sávlezárás van, és amiatt szólt is a GPS, hogy vigyázzak. Hál' Istennek nem volt baleset. A nagy fékezésben pont láttam egy olyan videót, hogy valahogy le volt lassítva az autópálya, és hátulról valaki nem vette észre, ez itt telibe belerongyolt mindenkibe. Ez fenn is van, azt hiszem, itt a YouTube-on. Úgyhogy most itt elvileg egy 10 perc van, amit elveszít az ember, de utána már csak elvileg 40 perc és hazaérek, úgyhogy fú, de várom már. Sajnos ez a két nap sokkal gyorsabban eltelt, mint ahogy én arra számoltam. Látszik is a fejem, hogy most keltem, lefőztem a szíverősítő, keményítő kombót. Úgyhogy megiszom a kávét, összeszedem a cuccomat és indulok vissza Németországba, viszont a Turánnal fogunk menni, és nagyon kíváncsi leszek, hogy mekkora fogyasztással fogunk kijutni. Ugye abban maradtunk, hogy a Lupo az 4,38, legyen 4,4 literes átlag fogyasztása. Na most kíváncsi leszek, hogy a Turánnal mit fogunk tudni elérni. Pöfög a paripánk, be vagyok készülve, mutatom nektek, hogy most az üzemanyagunk, hát ha odafordul a kamera, negyed fölött van egy picikével, matricánk az van, magyar pályamatrica, úgyhogy elmegyünk, telitankoljuk, aztán indulunk is, ja nem. Ha, nem kapkodunk. Telitankoljuk, aztán elmegyünk, veszünk festéket a CityGo-hoz, hogy le tudjuk fényezni a lökhárítót és a motorháztetőt, és utána indulunk ki. Megjöttünk a festékbolthoz. Először megveszem a festéket, és akkor lesz sokkal pontosabb a mérés fogyasztásnak, hogyha még nem a városba itt korzózok. Ez a festékbolt egyébként itt van, Kecskeméten a nagy aluljárónál, a régi Baumaxnak a parkolójába. Ez a Szintrend festék szaküzlet, és igen, ez egy fizetett promóció. 1,5 millió forintot adtak azért, hogy ezt így elmondjam, hogy ide jövök festékért, ingyen van a festék, meg minden. Úgyhogy azért jöttem ide. Ez úgy volt, hogy voltam egy másik festékboltban, ahol nem tudták kikeverni az egyik szint, ami kellett volna nekem a Turánhoz, azok átküldtek ide. És mivel itt nagyon jó fejek az emberek, a pultosok, meg mindenki, ez úgy voltam, hogy most is ide jövök, meg ugye tudtak szint keverni, úgyhogy majd mindjárt megmutatom, hogy mennyibe kerül a festék, amit vettem, úgyhogy nincsen promóció, mielőtt azt mondom, ezt csak azért mondom el, hogy itt vagyok, hogyha valaki akar normálisan kevertetni festéket, az tudja, hogy hova kell jönni. Meg is van a festékünk, kérlek szépen titeket, itt csücsül 3 deci festék, 3 deci hígítóval, 1:1 keverve, és kérlek alásson titeket, az ára 9720 forint volt. Nem tudom mennyire látszik, 9720 forint. Borzasztóan nagy kiadás, úgyhogy ez megvan, és most meg már tényleg megyünk tankolni, és indulunk kifelé, mert sose fogok kiérni. Hála Istennek ez az elkerülő itt elkészült a nagy Tesco meg a Arboretum között, és így extra gyorsan tudtunk érni az Auchanhoz, mert igen, az Auchanos kúton fogunk tankolni, ez is természetesen fizetett promóció, nem azért mondom, hogy más tudja, hogy mennyivel olcsóbb, hanem ez is fizetett az Auchan nekem. Egyértelműen több százezrekről van itt szó, és azért mondom ezeket nem, hanem azért, mert 15-20 forinttal is olcsóbb sokszor az üzemanyag. Mostanában meg az végképp, és azért megyünk oda, mert azért nem mindegy, hogy mennyibe tud telitankolni az autót.
és szépen megitatjuk, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy mennyire fog ki, mit olyan, emlőjük 4-500 ezer kilométert, és akkor megnézzük, hogy mennyire jön ki az átlag fogyasztás. Lefele jövet is egyébként, ugye a Lupóval ilyen 130-140-nel jöttem, ottól volt egy 80-as, 90-es vagy 60-as tábla, azt mindig betartottam, most ez ugyanígy lesz itt is, hogy igazából fogunk menni 130-al, fogunk menni 140-nel, nem engedd be a bátya, 130-al, 140-nel, de ahol kell, ott természetesen be fogunk tartani mindent, és akkor ilyen vegyesbe fogunk menni, mert azért ennek az autónak sem mindegy, hogy 130-140-nel talpalod végig, vagy van, ahol mész lassabban, kicsit gyorsabban, úgyhogy ilyen kicsit vegyesebb fogyasztása lesz, ha mondhatjuk így, de persze ez nem olyan, mint hogyha a városban néznénk meg egy 100-200 kilométeres fogyasztást, de azért mégis jobb, mint egy konstant 130-a haladás, vagy egy 90-nel haladás, és akkor úgy néznénk meg, hogy mennyit fogyaszt. Úgyhogy mindjárt ott is vagyunk a kúton. Jó kis dízelle, az első kattanásig megyünk, hogy pontos számot tudjunk mondani. Hát csak még nem fizettek, akkor várunk egy picikét. Na, végre már kifizetődött, úgyhogy első kattanásig megyünk. Jaj, már folyik is a jó kis nafta. Ott folyik. Úgyhogy nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy mennyiből tudjuk a kilométereket megtenni. Hát 4,4 az tutkó nem lesz, de azért hát, ha valami értelmes fogyasztást ki tudunk hozni az első kattanásig. Most kb. Olyan negyedik volt a tank, úgyhogy kell bele azért egy kis idő, hogy kell egy kis idő, mire majd teli lesz. Harminckilenc első kattanás, ki is veszem a pisztolyt, ne legyen sumákságra adni okot, így vissza is rakom. Úgyhogy mindjárt kifizetjük, és akkor végre tudunk egy normális tisztességes mérést csinálni. Beállok szépen egy, hát most mondjuk 120-szal megyek, mert vannak előttem kb. 20-an. Már meg is volt az első gyönyörű szép találkozás, egy külföldi rendszámos autóval, de jó a kép. Na, egy külföldi rendszámos autóval, aki lenyomott, direkt ott hátulról, nem mintha tudna menni, de mindegy. Úgyhogy ilyen 130-135-re beállok, és akkor azzal szépen haladunk. Annyi, hogy az osztrákoknál ott nagyon be kell tartani a sebességet, mert borzasztóan büntetnek, de Németországban például, ahol fel van oldva a sebességhatár, ott se fog 200-an menni, ilyen, mit tudom én, 150-160-nal, ahol lehet, és engedi az út, akkor oké. Okay. De egyébként nem szoktam ilyen 180-200-an menni tartósan, vagy húzamosabb ideig. Meg nem is mindig lehet egyébként, vagy nem tudsz menni tartósan ilyen nagy sebességgel. Mert vagy jön valaki, aki le akar nyomni, és hiába állnál be egy ilyen normális sebességre, nem tudsz menni. Mert le akar nyomni, akkor be kell menned a kamionok közé. Vagy egyszerűen annyian vannak előtted, hogy nem tudsz menni. Úgyhogy majd meglátjuk, hogy tudunk haladni, egy ilyen 130-135-öt tartunk, és akkor megnézzük a fogyasztást, mert nagyon kíváncsi vagyok, hogy mennyire fog kijönni. El is érkezett az első megállónk időpontja. Az egyik ok az, hogy szükségem van egy jó erős feketére, kávéra, plusz hív a természet, úgyhogy megállunk. Egy másfél percet járatom az autót, hogy a turbo le tudjon hűlni, mert azért tartósan jöttem 135-tel, néha 140-nel is, és akkor így kicsit visszahűtjük a turbót. Itt is van a fekete nedű, ami tartja az emberbe a lelket, a motiváción és a lelkesedésen kívül. Úgyhogy erre már nagyon szükségem volt. Mosdóba is kellett mennem, úgyhogy hál' Istennek fel vagyok szerelkezve. Szendvics, víz, te minden van nálam, ami csak kell, vitaminpak, ilyen Sterco, ugye,
ezzel lehet izmosodni, semmi mással. Úgyhogy elindulok, hogy ne veszítsek túl sok időt, mert most elment kb. 12 perc. És azért 3x4x12 perc, az már elég sok, de ugye most nem állok meg sokszor. Meg tartom ezt a 130-140-et. Ugye azért elég időbe ki fogok érni, de inkább induljunk el, mert nem akarok túl sok időt veszíteni. Meg nem akarok egész nap vezetni. Meg még ugye az egyik, egy-kettő videót meg is kell vágnom, amiket ugye felvettem. Csak annyi, hogy mikor most jöttem haza, nem hoztam el a gépemet, úgy voltam vele, hogy úgyse vágok videót, aztán ugye este meg csak izét, majd meg övött a fene, hogy na akkor csináljam, az nem volt gép, az asszony gépét meg nem akartam használni. Már nem azért, hogy nem jó gépe van, egy elég jó combos ilyen Microsoft Surface, vagy nem is tudom milyen van, minek hívják ezt. Csak nem akartam rajta nyomkodni semmit, meg olyan idegen is az egész, ugye, mert hogy az epülős dolgokhoz vagyok szokva. Már egy negyed tankot, egy picivel több mint negyed tankot elhasználtam. És látszik is, hogy 236,4 km 5-öt tettem meg. Ezzel a 6-ot, ezzel a kicsit több mint negyed tankkal. 140-es átlag, 135, 140 ezzel a tempóval. Úgyhogy nagyon kíváncsi leszek, hogy mi lesz a végeredmény ennek a fogyasztós dolognak. Mert én úgy érzem, hogy egy picit sokat eszik. De ezt lehet, hogy csak én érzem így, vagy én gondolom így. De nekem kicsit soknak tűnik. Vagy kevésnek tűnik az, hogy egy negyed tankkal 200, mondjuk 200, mit tudom én, 5 kilométer tudtam elmenni. Mert ugye az, hogyha csutkára nézzük a telitankot, akkor az a 800 kilométer, 801-2 kilométer. És ha jól tudom, ezeknek a 2000-es TD-iknek, meg az 1.9-eknek, ezeknek az egy olyan 1000 kilométert el kéne, hogy menjenek. Körülbelül egy teli tankkal, de majd meglátjuk, hogy mi lesz a végeredmény. Szépen suhanunk, már itt vagyunk ugye osztrákoknál, ahogy mindenki szereti alani az osztrákoknál. És majdnem fél tanknál vagyunk, de még egy picike rublika van, hogy teljesen a felénél legyen az üzemanyagunk. És még csak 360 kilométert mentünk, úgyhogy kicsit úgy érzem, mintha sokat fogyasztana, de egyébként biztosan köztetek mások is, akiknek TD-i turánja van, ez a 2000-es PD, és őnek is van valami tapasztalata, szóval mondjuk, ha megosztanátok ott lent a komment szekcióban, az jó lenne, mert nem tudom, hogy mi lehet az ideális fogyasztása, de majd a tankolásnál rá fogunk jönni. Még van egy kis rublikánk, azzal szerintem egy 60-70 kilométert el tudunk menni, úgyhogy olyan 400 kilométer, 420-30-nál leszünk, mikor meg kell állni, megállok tankolni, hogy körülbelül mennyit tudtunk elmenni egy fél tankkal, mert már nem is bírok tovább várni, meg kíváncsi vagyok nagyon, hogy mennyire jön ki a liter per fogyasztás. De igazából a Google-ön is biztos fél van, hogy ennek a motornak mennyi lenne az ideális fogyasztása egy pályán. Hát kíváncsi leszek. De ez a 362.000 kilométer, úgyhogy icipici rublika van már csak, a félig, az nem valami sok. A időközben volt egy kis motorstőrünk, írta a kocsi, hogy üzemzavar van, azonnal menjek a Werkstattba, ugye műhelybe. Még jó, hogy itt van nálam a hibakód olvasó, gyorsan félreálltam egy ilyen SOS, ilyen telefonos segélykérős, ilyen kis beugróba. Aztán kiolvastam a hibakódot, azt írja, hogy túl alacsony töltőnyomás, és az Egger szelep elérte a felső érték küszöböt. Úgyhogy valahol szökik a turbónyomásunk, nem tudom, hogy hol. Úgyhogy majd át kell nézni a rendszert majd még egyszer, és akkor megtaláljuk. Úgyhogy a lényeg az, hogy csak leállítottam, újra beindítottam, és akkor megszűnt a hibakód, és akkor tudunk menni tovább, úgyhogy valahol szökik a turbónyomás, csak még nem tudom, hogy hol lehet, hogy Lukas a cooler. Az is lehet. Mondjuk ennek az elébe itt szinte az egész eleje egy coolerből áll. Ugye a klímahűtő, aztán van a cooler és úgy a vízhűtő. De reméljük, hogy nincsen nagy gond. Max egy ilyen coolert veszek bele valami bontóba. Nyomást próbázzuk, aztán, hogyha jó, akkor meg beépítjük. De nem hiszem, hogy a nagy gond van. A mutatónk az a fél alatt van egy rublikával. 474,7 kilométert mentünk el. Úgyhogy itt van egy Shell kút. Ez is természetesen reklám, és megnézzük, hogy mennyiből bírtuk megtenni ezt a kilométert. Úgyhogy megnézzük, hogy mennyit eszik az autó, mert nagyon-nagyon kíváncsi vagyok. Már megy is bele 2,24 €.
És ugye sima dízel, megnézzük az első kattanást, utána vissza is rakom a pisztolyt. Kíváncsi vagyok, mikor kattan ki. Az igen. Hát ezért kajázott becsülette. Hát de nem, már hány literre fog ez kijönni, basszus? Az igen. 33. És hogyha leosztom, hogy 33 egész mondjuk 3-at, elosztom 4,75-tel, akkor itt van, várjátok így, 7 literes a fogyasztás. Hát ezt most nem tudom, hogy jónak számít-e vagy nem, de most nem akarom kikeresni a Google-on az átlag fogyasztását egy ilyen turánnak. A lényeg az, hogy akkor ez a 7 liter ez egy ilyen átlagnak számít, és az nem is annyira rossz, vagy hát nem tudom, hogy rossznak gondoljam-e, de hát nem egy lupó 4,4 literes fogyasztással, pedig ugyanúgy azt a 130, 135, 140-es tempót tartom folyamatosan. Úgyhogy majd, hát ha valakinek van még ilyen turánja, ugyanígy PD, és akkor le tudja élni ő is a tapasztalatait. És már egyre többször betilt az autó, pedig nem is terrelem, csak megyek normálisan 140, jó, mondjuk most 160-nal mentem, ugye itt már nincs korlátozás. És betilt az autó folyamatosan. Most nézem laptopon az élő adatot, a két turbónyomást és a megvalósultat, de hát nem látok problémát. Nem értem. Mi lehet a baj vele? Csak jussak el hazáig, már csak 200 km, itt van a gép éppen. Az élő adatot nézem, hogy mielőtt elkezdene betiltani, hogy akkor mit ír ki, vagy valamit látok-e hirtelen, mert 1800 millibárt kér, és meg is valósul. Most 1006, ez meg megvalósul rendesen a töltőnyomás. Meg is érkeztem, minden rendben volt. A fogyasztáson látható volt, hogy picit többet eszik azért, mint egy lupó, de hát egyértelmű, hogy többet fogyaszt maga a súlyból adódóan, a több hengerszám. De a lényeg az, hogy tegnap már annyira fáradt voltam és vállalhatatlan, hogy úgy voltam vele, hogy inkább majd ma reggel befejezem a videót. Úgyhogy megyek telefonkártyát intézni, egyébként már netet is intéztem, van, majd arról is lesz videó. Telefonkártyát megyek intézni, közben vágok egy videót. 1000 millió dolgot csinálok, úgyhogy remélem, hogy tetszett ez a videó, és hogyha van valami véleményetek, azt nyugodtan írjátok le lent a komment szekcióba. Hamarosan jövök a következő tartalommal, elég komoly dolgokkal készülünk nektek. A kis Citigonk is alakul, arról is lesz máma délután forgatás, meg videó készítés, úgyhogy csak kapkodom a fejemet, hogy mi a helyzet. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm még egyszer mindenkinek, rengetegen írtok munka miatt, segítség miatt, hihetetlenek vagytok. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, kívánok nektek gyönyörű szép reggelt, estét, délelőtt, délutánt, hét elejét, hétvégét, attól függ, hogy ki, mikor néz ezt a videót. Sziasztok!